püspöki konferencián elég hosszan volt beszélgetés, vitatkozás, hogy hogyan tudnánk az örömhírt az emberek felé jobban kommunikálni, hogyan tudnánk a hivatásunkat jobban teljesíteni, hogyan tudnánk megszólítani az embereket. Először Egerben indult ez a katolikus rádiózás, ott indította el Seregély érsek úr, és hát mindenki láthatta, hogy ez a rádió jól működik, ezt a rádiót szeretik a hívek, ez a rádió teljesíti azt a feladatát, küldetését, amiért valójában létrehozta az egyház. És akkor elindult a Magyar Katolikus Rádió, a püspöki konferenciának ez a rádiója, ennek a megszervezése. Seregély István érsek úr volt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, mondhatom azt, hogy egy lánglelkű, hazafias apostola és elnöke. A zenét is, mint eszközt, de a kommunikációt, a sajtóapostolkodást is, mint eszközt, ő szívügyének tekintette. Az ő elképzelése az volt, hogy jöjjenek létre stúdiók az egyes egyházmegyékben, az egyházmegyei székhelyeken, és aztán, amikor ezek megvannak, akkor legyen egy központi, és a központi országos adó ezeknek a műsoraiból is, vagy tartalmaiból is válogat, de készít egy központi műsort is, és hát így egy egyházi médium majd lefedi az egész országot. Hát végül is ez nem valósult meg, ő elkezdte, Egerben megalapította a Magyar Katolikus Rádiót, és ez vette föl aztán Szent István nevét a későbbiekben, és hát volt egy időszak, ami elég fura volt, hogy két Magyar Katolikus Rádió létezett. Akkor jutott a képbe Juhász Judit, aki a püspöki konferencia sajtószóvivője volt. Őnála jobb rádiós szakembert nem kerestünk, tökéletes volt. Közösséget teremt a rádió. Nem csak közönséget verbúvál, hanem közösséget teremt az együttérző és együtt imádkozó magyarok között. És erre nagyon nagy szükség van, mert sok magányos ember él nagy tömegben. Úgy gondolták, hogy az evangelizációban sokkal eredményesebb lehet, ha közszolgálati rádiót indítanak. Mégpedig egy olyan rádiót, amelynek, ha szabad így mondani, a fő vonulatát a liturgikus és imádságos műsorok jelentik hajnaltól késő estig. De ugyanakkor a rádió műsor struktúrája követi a mai élet kívánalmait. A hírszolgáltatástól, a zenei műsorokon át, az ismeretterjesztő műsorokon keresztül, azokig a művészeti programokig, amelyek az irodalom, a zene, a képzőművészet segítségével együtt tágítják azt a horizontot, amelyben a mai ember él. Elérkezett az a pünkösd reggel, amikor kitűztük, hogy a Katolikus Rádió megszólal. Juhász Judit, a rádió megszervezője, bedobta a kérdést, hogy nincs-e valakinek ötlete, hogy mi legyen a Katolikus Rádió szignálja. És akkor nekem, mint kitelepített magyarnak, mert mi felvidékiek vagyunk, föllobbant a szívemben ez a vágy és ez az ötlet, hogy a hazaszeretetet kellene hangsúlyozni. És az ismert magyar népének Isten hazánkért térdelünk elődbe jutott eszembe. Magyar Katolikus Rádió Budapest. Rögtön kezdetektől itt voltam, 2004-ben kezdtük, és az első napon, a pünkösdi napon már volt műsorom, ami adásba került. 20 éve dolgozom a Katolikus Rádióban. Azóta nagyon sok minden átalakult, de jó visszagondolni arra a tartalékra, azokra az emberekre és arra a hatalmas erőforrásra, amit elindult 20 évvel ezelőtt, és amely olyan izgalomban tartott minket, hogy éjjel-nappal itt voltunk az első hetekben, és alig vártuk, hogy találkozzunk egymással. Alig vártuk, hogy az első anyagunk megszólaljon, hogy elkészítsük az első riportokat. Rögtön az elején olyan jó
volt a közösség, és olyan jó volt együtt lenni, hogy nem mondanám azt, hogy nagyon kellett összerázódni. A közös értékrend köt minket össze. Itt mindenki értéket szeretne bemutatni. Nem az a cél, hogy valami szenzáció legyen, valami kiemelkedő, ami nagyon durran, hanem mindenki egy csomó olyan információt, embert, érdekességet lát és ismer a világban, amit szeretnénk bemutatni a hallgatóinknak, hogy lássák, hogy van öröm, van jó, van érték, ami miatt érdemes újra felkelni. Olyan embereket kerestünk a szerkesztőségek élére, akik tapasztaltak, műveltek, elkötelezettek, akikre rá lehet bízni egy katolikus rádió bizonyos műsor struktúrájának egy-egy részét, és azt ők fogják tudni kézben tartani. Szlogenünk az, hogy örömhír mindenkinek, és hát az örömhír természetesen az evangélium, az egyház. Az első perctől kezdve, de aztán a 20. század elejétől pedig tételesen kifejtve is beszél a közjóról. Ezt én úgy értelmezem a mi számunkra, a Magyar Katolikus Rádió számára, hogy de jó lenne, hogyha amit egy ember számára érdekes lehet, az élete szempontjából hasznos lehet, azt mi megpróbáljuk közvetíteni. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A vallási szerkesztőségnek kifejezetten az volt a célkitűzése, hogy a hitéleti nevelést igyekeztünk mindenféle módon és mindenféle műsorral szolgálni. Először is a napi evangéliumok felolvasása volt a feladat. Vácon vettük föl, a mai napig naponta kétszer-háromszor elhangzik 20 év óta a napi evangélium, és mint érdekességet hadd mondjam el, hogy abban a gazdasági épületben, ahol kerestünk egy hangszigetelt kis sufnit, és ahol felvettük a napi evangéliumokat, azt később átalakították, most az a hely kápolna, és pont azon a helyen őrzik az oltári szentséget, ahol annak idején én az evangéliumokat felolvastam. A mi dolgunk és feladatunk az, hogy megértessük az emberekkel, hogy fontos és jó dolog, érdemes hinni az Istenben. Elsősorban azokat az embereket szólítsuk meg, akik ma még távol vannak az egyháztól, nem érzik fontosnak a hitet, az Istent az életükben, ha úgy tetszik, nem járnak templomba. Akik szociális otthonokban vannak, kórházakban vannak, börtönökben vannak, hozzájuthassanak ahhoz, hogyha személyesen nem is lehetnek ott a szentmisén, de legalább az éter hullámain keresztül lélekben ott tudjanak lenni, és be tudjanak kapcsolódni. Minden reggel van szentmise közvetítés a Városmajorból. Nagyon izgultam kezdetén, és mivel sosem merek hagyatkozni a saját rögtönzött beszédemre, ezért hát ez a félelmemet vagy izgulásomat azzal próbáltam enyhíteni, hogy mindig leírtam a mondani valómat. Legfőképpen az töltött el örömmel és bátorított, hogy mindenki azt mondta szinte kivétel nélkül, hogy nagyon jó gondolatok az egész nap számára, amit hallottak abban a rövid egyperces bevezető, meg kétperces homíliában, amit leírtam és gyakorlatilag felolvastam. És ez a nagyon sok visszajelzés, ez bátorított, és végül már nem is annyira félelmel, hanem inkább örömmel, vagy bizalommal készültem ezekre a reggeli szentmisékre. Bizonyos értelemben saját magam számára is egy lelki gazdagodást jelentett, és egy olyan ajándékot, amit gondolom öntről kaptam, mert én magam is csodálkoztam, hogy soha még azelőtt nem eszembe jutott gondolatokat sikerült megfogalmazni. Általában mindig a napi evangéliumhoz kötöttem a gondolataimat, és mindig sikerült találni olyan gondolatot,
ami úgy éreztem, hogy a mindennapi élete is ad valami ötletet, vagy bátorítást, vagy biztatást, úgyhogy én örömmel emlékszem vissza ezekre a szentmisékre. Azt szeretnénk, hogy az emberek az itt kapott élmények alapján talán egy picit jobbak, ügyesebbek, a gyereküket, férjüket, feleségüket, szüleiket jobban szeretők legyenek. Kicsit jobban eligazodjanak a világ dolgaiba. Néprajzi műsorom volt, Néprajzi örökségünk címen volt egy műsor. Ehhez kapcsolódott a Hagyományok éltetői című hagyományőrző műsor, és a kulturális ajánló műsorunkban tulajdonképpen a kezdetek óta bedolgoztam, illetve van egy ilyen kis édes gyermekem, 2006-ban indult az Architektúra című riportműsorom, Barangolás az épített világban. Érdekes épületeket, építési projekteket mutatunk be. Amit mondunk, amit fölolvasunk, vagy amit közzéteszünk, nem elsősorban csak a szöveg számít, hanem az a bizonyos mögötte lévő metakommunikáció, ami egy rádión keresztül a hangrezzenéseken valósul meg, hogy aki ezt elmondja, az ezt hiszi. Ahányszor beszélgetek egy riportalannyal, az a téma, amire nyilván előtte fölkészülök, az iszonyatosan elkezd érdekelni, és nagyon-nagyon jó érzés az, hogy egy kicsit így belemerülhetek egy-egy új témába. Jó az, hogy én ezt megismerhetem, aztán még jobb az, hogy ezt át tudom adni a hallgatóknak. A vidék tagadhatatlanul sík volt. Mégis árnyékainak mélysége és fényeinek magassága révén hölgyek is voltak. Az elmúlt 20 évben a Magyar Katolikus Rádióban mindenfajta irodalmi műfaj szerepelt, hiszen egy rádiózás az nem csak a hangjátékokból áll, mert az a legszínesebb, de egyben az a legnehezebb és a legtöbbet igénylő munka, hanem részben fölvettünk rövid esti meséket, 5-7 perceseket, azután szintén vettünk fel meséket, de hosszabbakat, amiket sorozatban adtunk le, és ezekhez kapcsolódóan verseket, vettünk fel novellákat, egy-két novellát egy-egy szerzőtől. Régebben volt az úgynevezett beszélőkönyvek sorozatunk is, amiben elsősorban fiataloknak szóló irodalomból válogattunk. Semmi baj. Iskolás leányírása jó odáig. Ami nagyon fontos, hogy a színész megelevenítse azt a helyzetet, szituációt, amelyről az író, a szerző ír, és lehetőleg úgy, ahogy azt a szerző látta, tehát a színésznek láttatnia kell. Másrészt az is fontos, hogy a színész belsejében ez hogyan tükröződik. Tehát a színész is hozzá kell, hogy adja saját képességeit. Meghitt csárdánkban a régi ugratásokról esett szó. A hangjátékok felvétele úgy történik, hogy először van egy olvasópróba. Ott megbeszéljük, hogy miről ír az író, mi a szándéka önmagában az írónak, az egyes szerepeknek, a megtestesítőinek milyen feladatuk van, és a rendező, hogyha nem értene egyet a szereplővel, a színésszel, akkor egyezteti. Na most nekem mindig az a fontos, hogy én nem utasítok, hanem segíteni próbálok a színésznek, mert lehet úgy is értelmezni, hogy az a fontos, amit én mondok, de nem. Mindig a szerző a fontos, a legfontosabb, az, hogy mit üzen annak a kornak, amelyben íródott a mű, és mit üzen a mának, vagy mit üzenhet. Így még sohasem váltottam velük szót. 5 éve csináljuk a Színész Legendák sorozatot, ahol különböző 100-200 évvel ezelőtti színészek, rendezők, művészek írják meg az akkori élményeiket, és azokat mai színművészek, neves színművészek, színművésznők olvassák fel, és nagyon izgalmas, ahogy megjelenítik az 1-2 századdal ezelőtti történeteket, és különösen az az érdekes, hogy hány és hány olyan izgalmas történet van, ami ma is aktuális. Alapvetően a kulturális műsorok készítése van, szerkesztőként, műsorvezetőként, illetve adott esetben a hangomat adom ilyen novellákhoz, illetve volt úgy, hogy felkértek egy-egy versnek az előadására. Reformátusként katolikus rádióban dolgozni mit jelent számodra? Most erre elmondok egy történetet. Presbiteri ülésünk volt az ökogyülekezetiségről,
és a Károli Gáspár Református Egyetemről jött kutató rögtön Ferenc pápa Laudato Si enciklikájával kezdte, ugye, ami a teremtés védelemről szól, mert hogy igen, felteszi mindenki magának a kérdést, hogy milyen világot szeretnénk mi hagyni azokra, akik utánunk jönnek, gyermekeinkre, a következő generációra. És ebben egészen biztosan, hogy megtaláljuk a közös hangot, a közös értékeket, amit képviselni kell, az örömhír, amit el kell vinnünk, amit hirdetnünk kell. Én azt gondolom, hogy ebben a közösségben ez az együtt lét megélhető. Nagy Gáspár volt a szerkesztőség vezető. Az ő személyisége azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat adott a szerkesztőségnek. Ő egy ilyen nyugodt ember volt, egy nyugalmat árasztó ember volt, valahogy neki is úgy el lehetett hinni azt, hogy amit csinálunk, az rendben lesz, az meg lesz. Jó volt azért egy ilyen tekintélyű és egy ilyen tudású emberhez tartozni. Gáspár a maga kedves emberségével, természetével, nagy tudásával és bölcsességével képes volt arra, hogy ezt az alkotógárdát összefogja. Őre mindenki fölnézett, őt mindenki szerette, mindenki tisztelte, mindenkihez volt kedves szava, volt humora, tudott bátorítani, tudott jó tanácsot adni. Tudtuk, hogy közeledik Gáspár halála. Tehát, hogy tudtuk, hogy nagyon beteg volt, és akkor már napok óta rendszeresen imádkoztunk érte, és egy mécses égett érte. Amikor megtudtuk azt, hogy meghalt, olyan voltunk, mint egy gazdátlan nyáj. Azóta is hiányzik, az ember sokszor visszagondol rá, hogy milyen találkozásaink voltak, milyen beszélgetéseink voltak. Hogyha nem is volt minden alkalommal nagy elmélyült beszélgetés, de öröm volt a találkozás, öröm volt pár szót váltani, az már segített az embernek tovább lépni. Mindig ott volt benne a humor, és mindig ott volt az is, hogy az életet lehet könnyedén is venni. Ivó napján lementünk a étkezőbe, konyhába. Gáspár ott ült egész nap, és mindenkivel beszélgetett egy kicsit. Egy üveg bort is hozott magával, és az a nap az úgy telt, hogy tulajdonképpen lazán vehetjük az egész napot. Az ima mellett, amit tényleg az Istennel való legmagasabb rendű beszédnek tartok, amennyiben ez őszinte, és az ember saját maga nyelvén fogalmazza meg, a kultúra az a másik lehetőség, hogy közel jussunk valóban a transzcendenciához. Valóban ott tudunk elmondani magasrendűen szakrális dolgokat, és ehhez a vers, a novella, a regény, a mese, a néprajz, a nyelvnek a szeretete, a magyar nyelv szeretete, ez mind hozzájárul. Volt múlt esztendőben a József Attila centenárium, de milyen jó volt fölmutatni, hogy annak a költőnek a művében igenis centrális helyen van az istenkeresés és az Isten megtalálás, hogy ilyen verseket föl lehet mutatni a korábbi egyoldalúságok után. És ezen kívül én azt gondolom, hogy amikor az ember mesét választ a gyerekeknek, nagyon fontos az is, hogy a mesékben történnek elég kegyetlen dolgok, de az élethez hozzátartozik. Ettől nem akarnánk megóvni, és nem kegyes, hogy mondjam, Jézuskás meséket mondunk csak, hanem a való világot megmutató, de legyen bent az emberi humánum, és a mese, ahogyan szövődik, abban pedig legyen valóbbi esztétikai élvezet is. Az első sugárzás, ez egy középhullámú sugárzás volt, nagyon nagy területet tudtunk besugározni, viszont a vétel nem volt annyira tökéletes, ahogy ezt a mai világban az emberek megszokták, és akkor eljött az a perc, amikor beláttuk, hogy ezt így nagyon nehéz továbbvinni. Sikerült megtalálni a ultra-rövid hullámon a lehetőséget, hogy el tudjunk indulni. Akkor ez egy egészen új kihívás volt. Ehhez új ember kellett. 2011-ben érkeztem ide a rádióba, ekkor talált meg engem ez a feladat.
spányi püspök úr hívására érkeztem. A kereskedelmi rádiózás világából egy nagyon nehéz időszak volt akkor, egy nagyon nehéz néhány hét előtt és után voltunk, hiszen a katolikus rádió éppen egyetlen földfelszíni frekvencián sem volt hallható. Az én feladatom tehát az volt, amikor ide érkeztem, hogy mielőbb sikerüljön a rádiót megszólaltatni valamilyen URH földfelszíni frekvencián. És onnantól kezdve elkezdődött egy nagyon sziszifuszi, nagyon nehéz, de szép és nemes munka, egy építkezés, amelynek az volt a lényege, hogy különböző településeken, városokban sikerüljön frekvenciához jutni, és ezekre a frekvenciákra egy sikeres pályázatot benyújtva, aztán később ott egy saját adóállomást el tudjunk indítani. Ma 24 FM frekvencián szól a rádió. Ez körülbelül 4 millió fő elvi elérését jelenti. Mindemellett persze mi már jó ideje tudatosan építjük a digitális identitásunkat is. Útjára indítottuk a Katolikus Rádiónak az innovatív mobil telefon alkalmazását. Egy ilyen alkalmazásnak ma már 21. század digitális világában nem pusztán annyit kell adnia, hogy a rádió műsorát hallhatóvá tegye, hanem azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudunk többletet adni. A legfőbb funkciója természetesen az élőadás hallgatása. Ezen kívül ugyanúgy, mint a honlapunkon részletes információkat találhatunk az éppen futó műsorokról is. Meg hogy mi következik utána? Arról is, hogy mi következik. Megtalálható a teljes műsorújságunk. Visszamenőleg is megnézhetők a műsorok, illetve az elhangzott műsorok vissza is hallgathatók. Ezen kívül tematikus zenei csatornákat is találunk az applikációban, 9 féle különböző műfajban, úgy mint gyerekzene, jazz, komoly zene, könnyű zene, népzene, opera, egyházzene. És hogyha itt az ember rá kattint valamelyikre, akkor elindul? Ezek elindulnak, és a rádiónk archívumából válogatott zenék szólnak ezeken a tematikus csatornákon. Az archívum az a műsorújságnak a része, amikor az elmúlt napokra kattintunk, akkor a műsorok mellett található egy lejátszógomb, és azokkal jutunk el a már elhangzott műsorokhoz, illetve azoknak a hallgatásához. Ezen kívül van egy olyan funkciónk is, hogy feliratkozhatnak egy napi lelkiségi gondolatokra, a napi Alleluja nevezetű szolgáltatásunkon keresztül. Ezzel push üzenetben a telefonra kapnak egy gondolatot minden reggel. Katolikus Rádió küldetése az, hogy az örömhírt képviselje és arról beszéljen. Amikor a negatív hírek jönnek elő, és azok úgy jönnek elő, hogy szinte reklámként ott vannak, és beleültetik az ember szívébe és a lelkébe, az nagyon negatív dolog. Szükségünk van, hogy tudjuk azt, hogy a világban van rossz. Ezt senki nem tagadta, Krisztus se tagadta, de van jó. A rossz ellen küzdeni kell, de a jóban kapott erőnek a segítségével tudjuk a rosszat legyőzni. Tehát nagyon fontos és lényeges, hogy sokkal inkább a jóról beszélünk. Nagyon-nagyon sok hallgatónk van, akikről úgy szerzünk tudomást, hogy levelet írnak, vagy bírálnak, vagy elismernek, és leírja, hogy én egyébként nem vagyok vallásos, én egyébként más felekezethez tartozom, de azért hallgatlak titeket vagy az önök rádióját, mert ebben a hírek közlik a tényeket. Tehát nem a szembenállást, hanem az együttműködést, az ismeretek alapján való helyes döntést próbáljuk szolgálni, és ez az egyháznak is dolga. Isten országa itt van ezen a földön, és a te reményed és lehetőséged itt és az örök életben az, hogy boldog legyél. Ezt az üzenetet szívesen veszi az is, aki nem tételesen katolikus vagy vallásgyakorló. Mit jelent számodra ez a mondat, hogy örömhír mindenkinek? Amit kapunk, és nem csak a riportalanyainktól, hanem onnan föntről is, azt tovább tudjuk adni. Hihetetlen nagy ajándék, és hihetetlen nagy felelősség az, hogy egy rádióban dolgozhatunk, hogy ez a rádió pont a Magyar Katolikus Rádió, és az, ami számunkra a legfontosabb, az örömhír, azt tovább tudjuk adni.
a hallgatóknak. Sajtóapostolkodás. Nem csak a papságnak a feladata. Akik munkatársaink 20 év óta a Magyar Katolikus Rádióban, mondhatom azt, hogy kivétel nélkül apostoli lelkülettel vannak megáldva. Az a gondolatuk, az a szívük vágya, hogy lehetne az embereket a Jóistenhez közel segíteni.